Anyám nagyon okos asszony volt, és azt mondta, hogy még nem járok elsőbe, és nem ismerem a betűket, addig ne kezdjek el hegedülni, mert akkor könnyebb, és igaza volt, mert hogy aki nem ismer a betűket, az a kottát is nehezebben tanulja. Lakatos Misi, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett prímás és zeneszerző. 7 éves kora óta bárkinek elhúzza a nótáját. Elizabeth Taylor, Arnold Schwarzenegger, Gorbacsov és Madonna. Csak néhány név azok közül, akiket a sármos prímás elbűvölt a játékával. Misi a Rózsadomb étterem és a Gundel után évtizedeken át az Intercontinental prímása volt, ahonnan szokatlan ajándékot kapott a megbecsülés jeléül. De erről majd később. 1930-ban jöttek fel Budapestre, apám és a bátyja, és begeztek a Pátria étterembe, mert egy nagyon híres étterem volt Budapesten. De hát akkor szerintem a legjobb éttermekben mindenhol cigányzene szólt, nem? Igen. Tehát az nem lehetett jó étterem. Jobbnál jobb, híresebbnél híresebb cigányzenekarok muzsikáltak végig a körúton, szállodákban, éttermekben, kocsmákban, kávéházakban. Igen. Hát biztos öröm volt akkor élni. A 2,5 évszázados nemzetközi hírű zenész dinasztia tagjai a híres 19. századi prímás és zeneszerző Bihari János leszármazottai. Az Ágas-Bogas család szinte valamennyi tagja neves muzsikus. Így például Vörös János, Misi nagypapája, aki az operettszínház kedvelt prímása volt, Fedák Sárit is ő kísérte. De hírnévre tett szert a Győrből származó Lakatos dinasztia többi tagja, Misi nagypapája, édesapja és bátyja is. Mivel a keresztnevek öröklődtek, így valamennyiüket Lakatos Antal néven ismerte meg a világ. A Vörös nagyapáról hallottam, hogy ilyen eszeveszett sztorik maradtak fönn. Ugye ő Orfeumba muzsikált, ő az Operettszínházba játszott este, és akkor hazament, akkor a felesége sütött, főzött neki, hogy menjen tovább az Orfeumba muzsikálni. És hát nem tudom hányas években, valamikor jött a Josephine Baker, itt járt Magyarországon. És a Vörös nagypapa megint nem ment haza reggel. És akkor a Vörös nagymama felszedte magát, és mondta, hogy jó, akkor megnézzük, hogy hol van a Jancsi. És bementek az egyik kis kocsmába, ami a törzshelyük volt, hát tudta, hogy hol kell keresni, és mit látott, mint a Vörös nagypapa ölében ül a Josephine Baker. De ezt megbocsátotta, hogy meg, és mondd, kérdezem is maga, mit csinált. Hát azt mondja, a mama is leült és nézte, hogy hogy szórakoznak. Igen, jó, hogy ilyen elnéző Igen. volt a nagymama, de azóta Igen. is elnézőnek kellett lenni a feleségeknek? Igen. De hát ezt ilyen bájjal lehet csak megvalósítani. Hány éve vannak együtt? Hát a Jóisten segít, akkor ebben az évben ennyiben. Mindig a tradícióról beszélünk, és mindig eleve mindig azt kérdezik, hogy hát ez így a tradíció, úgy a tradíció, külföldön ugyanez van. Csak én nálam az volt a különbség, hogy én voltam az első a családban, aki ezeket mindenféle tradíciót a feje tetejére állítottam, és tulajdonképpen így alakult ki egy ilyen újfajta stílus, amit én megcsináltam. Ez a komoly zene, a jazz és a cigány zene keveréke. Robi Lakatos. Egyszerre cigányzenész, klasszikus virtuóz és jazzmuzsikus. 9 éves korában már első hegedűsként játszott egy cigányzenekarban, és innentől kezdve meg sem állt a világhírig. Ma a Deutsche Grammophon exkluzív művésze. Az Egyesült Államoktól Dél-Koreán és Kínán keresztül egészen Japánig mindenhol ismert és elismert hegedű művész. Hogy mennyire ismerik Magyarországon? Erről meséljen ő maga. Még hazajártok egyébként? Hova jártok haza? Én az igazság, hogy nem éltem annyit Magyarországon, mint külföldön. Hát igen, ezért kérdezik. Úgyhogy nem tudom. Na mondjuk a torna az többet jár haza mindig, mert ő többet játszik itthon mindig. Én sokkal kevesebbet jártam. De miért? Nem tudom, Tóni az nagy sztár itt Magyarországon. Valahogy nekem kiesik. Érdekes módon komolyabb koncertem az
mondhatom azt, hogy két nagyvárosban még nem volt, az egyik Budapest, a másik egy Bécs. De most már Bécsben lesz, mert most 27-én lesz egy koncertem, Bécsben az első koncertem. Ezt most komolyan mondod, hogy igen. Budapest az egyetlen nagy, ilyen nagyon nagy európai városról beszélsz, ahol nem volt. Hát mondhatnám inkább az egész világon. Felléptem már a Tonyban, de nem az én igazi, tehát az én nem az én koncertemet játszottam, hanem inkább egy vendégművész. Úgy volt már koncertem, persze a Bélával, Tonyval. Egyszer játszottam két évvel ezelőtt a Sziget Fesztiválon, a külföldi sátorban, ott a franciák hívtak meg. Rosszak vagyunk? Rossz közönség vagyunk mi? A jazzhez és ezek? A jazzre abszolút nem. Csak hát mondjuk a Robi műfaja az Magyarországon más elbírálás alá esik, azt hiszem. Ez a zene az nem annyira egzotikus, amit ő játszik Magyarországon. Tony Lakatos. 6 éves kora óta térképeket gyűjtött. Feltett szándéka volt, hogy külföldön éljen. 25 éve Németországban lakik. Jelenleg a Frankfurti Rádió Big Bandjének szólistája. Igazán sikeres a 70-es évek végén lett, amikor is a kis rákfogó jazzrock együttessel megnyerték az aktuális Kimit Tudat. Ő az első magyar muzsikus, aki bejutott az amerikai jazzrádiók népszerűségi listájának élmezőnyébe. A család azonban még ma is nevet azon, hogy a primás tanulóból hogyan lett szaxofonos. Hamarosan ez is kiderül. De az oka mi volt annak, hogy először te mentél külföldre, hogy külföldre mentél? Hát egyszerűen egész más lehetőségek voltak. Hát ez most, amikor elmentem külföldre, akkor ez a 80-as évek eleje volt, amikor még Magyarországon egész más világ volt. És ezt hogy lehetett egyáltalán megtenni akkor, hogy most? Mert elhívtak engem német zenészek annak idején játszani, és akkor elküldték a szerződést. Akkor be kellett menni az Interkoncerthez, és kellett ablakot kérni, meg engedélyeket a katonaságtól, hogy kiengedjenek. Szóval elég bonyolult dolog volt, és ez nekem elég terhes volt, és akkor gondoltam, hogy akkor mi volna, nem jönnék haza. Én másképp mentem ki, mint attól, nekem volt egy egyszerű szerződésem, egy 3 hónapos szerződésem. És az volt a különbség, hogy amikor kimentem, ugye, azért örültem neki, mert lehetőségem volt, én akkor nagyon fiatal voltam, még 18 éves voltam. És ugye lehetőségem volt arra, hogy csináljak egy zenekart, az első zenekarban. És amikor kimentem velük, akkor nagyon nagy sikerem volt, és akkor jöttek a szerződések is. És abban lett 20 év eddig. A zenész cigány családoknál női irányítás van azért, vagy a férfiak diktálnak? Erős egyéniségek a nők is. Azért kiharcoljuk mi a magunkat. Na de szükség is van rá. Mert azért valahol meg kell ők tartani. Vannak, a nők vannak otthon. Hát és meg kell tartani azt a hagyományt és a családot. Az egy nőnek, az egy nő feladata, hogy a család az mindig rendben legyen. Lakatos Mihályné és lánya Zsuzsa. Éva 18 éves kora óta Misi párja és segítője. Amíg férje külföldön zenélt, Éva gyors és gépíróként dolgozott. Ám amikor Misi hazatért, kénytelen volt az állását feladni, hiszen nem tudott volna gondoskodni az éjszaka dolgozó és nappal pihenő prímásról, illetve lányokról. Ahogy ő mondja, reggel is, este is nem lehet hoppáréba lenni. Zsuzsa születése óriási öröm volt a Lakatos családban. 60 éven keresztül ugyanis csak fiúk jöttek a világra. Azóta viszont csak lányok születnek. S mivel Zsuzsa is prímás feleség, az ő hétköznapjait is a családról való gondoskodás tölti ki. A mai napig ragaszkodom a tradícióhoz. Szóval igenis legyen meg a sonka, hiába vagyunk 1400 kilométerre, méghozzá magyar sonka, és igenis minden úgy legyen, mert akkor melyik nincs az mit a néhány ünnep? Mi az? Melyik az a karácsony? A karácsony és a húsvét a legfontosabb. Ibolya Robi felesége, Kati Tonié. Ki gondolta volna 1970-ben, amikor ez a fotó készült, hogy a prímások egyszer nászorok lesznek. Lakatos Antal fiai Robi és Toni ugyanis a muzsikusok lányait választották életük párjául. Bár sokszor hetekig nem látják a zenész férjeket, erről csak annyit mondanak, ez a jó házasság titka. S mivel a folyton utazó Robinak és Toninak nem sok mindenre marad ideje, így az udvarlás sem volt hétköznapi. Mindjárt elmesélik, miért.
A mai napig van az a hagyomány, hogy az almába a pénzeket beletesz. Ez és az a férfiak szokták megcsinálni. De hogy van ez pontosan? Hát a karácsonyfa alá tesznek a hegedűt, az elmaradhatatlan, és akkor egy tányéron kenyeret, paprikával, sóval, almát, és egy szép piros almát, ami pénzekkel van megtűzve. Ez melyik mit jelent? Miért? Mit szimbolizál? Nem tudjuk. De tovább nézzük. Gondolom, legyen pénz. És ez csak a férfiak. Igen, hogy pénz legyen. És hogy a hegedű, hát az muszáj, hogy ott legyen. Mindig sikeresek legyen. Igen, igen, igen. A muszáj közben kiszolgálni a fiúkat, hiába vontam el a hölgyeket. Ja, és nem beszéltünk, akkor a legnagyobb ennivalóról, vagy a családi ennivaló tulajdonképpen a szilveszteri káposztás nokedli, csak a malacs hűt. Hát káposztás nokedli, sose hallottam. Könyvedben lediktáljuk. Ez nálunk nincs, új év, káposztás nokedli és malacs hűt. Na most ez azért volt, hogy a férfiak inni tudjanak. Szilveszterkor mentek muzsikálni, volt a mulatozás, és egy olyan tartalmas... Nem bírja ki, bele-bele hallgat, bele-bele maradjon. De ez van egyébként, mai napig van, Kati, hogy folyamatosan készenlétben kell állni, kiszolgálni minden kívánság. Mi 24 órán szolgálatban vagyunk, én ezt úgy mondom. Nem dolgozunk, de otthon komolyan a házi munka, az felér egy olyan 8 órás, 10 órás, vagy 24 órás egész napos munkával. Az igaz, hogy úgy vettek házat, hogy nem is látta a Robi? Hát, mert nem. Nem ér rá? Nem. Lakást is úgy vettem, az elsőt is, hogy szegényként már úgy látta, hogy a repülőtérről egyenesen jött, én vittem a kulcsot és az üres lakást, mert másnap alá kellett írni a szerződést. Szóval sok felelősség. De a Toni nem ilyen. Ő egészen más. Kíváncsi a véleményünkre, megkérdezi tőlünk, jó ez, amit csinálunk, legyen ez. De a döntő lépéseket azért ő dönti el. A férfiak nagyon jól lettek nevelve, mert megmondom miért, mert a nőket tiszteletbe tartották otthon, hogy a nőknek a véleményére is sokat adnak. Tehát nálunk tisztelték a feleségeket és az asszonyokat. A lehentkérés hogy volt? Romantikusabb volt, mondjuk? Nem? Nem volt. Természetes volt. Nem, a Robi kint volt. Mi elmentünk anyósommal, hogy szeretnénk férhez menni, és akkor mondták a tanácsban, hogy jó, kérem, akkor adunk egy dátumot, de hát hol a vőlegény. És akkor mondtuk, hogy az most nincsen vőlegény, és akkor mondták, hogy kérem, ez így nem lehet. És akkor a szegény anyósom is egy erős, határozott asszony volt, és azt mondta, már pedig az én fiam ezt így akarja, és én képviselem, úgyhogy nálunk nem volt leánykérés. És Kati? Hát, mivel ez a második házassága volt, Toninak, ő egyedül volt, 30 éves volt, én 20 éves voltam, és aztán elég gyorsan peregtek az események. Nekem nem sok időt adott, mert én úgy szerettem volna, ha még udvarolni. Kati, nem egy udvarolni, nagyon nincs idő udvarolni nálam. Én úgy szerettem volna még moziba járni, fagyizni, sétálni, beszélgetni, egymás kezét fogni, vagy egymásba belekarolni, de én nekem erre nem jutott időm, mert körülbelül olyan 3 hónapot adott, és akkor azt mondta nekem, vagy jössz, vagy nem jössz. Azt érzem, hogy a család nőtagjai őrzik a hagyományokat, a tradíciót, a biztonságot, az alapokat, és a fiúk pedig a világot hozzák be a családba. Igen, ez pontosan így van. De kellene egy fiú, hogy ezt az ágat tovább. Nekem már csak unokáink lesznek fiúk szerintem. Szerintem ez egy sors adta dolog, hogy lányok lettek, miután elmúlt a perspektíva, már nincsenek fiaink. Hát nincs a cigány szerintem. De ne adják fel! Jönnek az unokák, abba reménykedünk, abba bízunk. Most már az unokák. Na jó, menjünk vissza. Akkor mi annak az oka, hogy néhány 10 év alatt a cigányzenének ennyire lement a népszerűsége? Gazdasági okai vannak ennek. Az ételemnek nem éri meg, hogy 5 zenészt foglalkoztasson és azoknak fizetést adjon. Inkább azon vannak, hogy minél több maradjon meg neki. De ez nem csak Magyarországon van így, mert például ezelőtt még egy olyan 15-20 évvel ezelőtt azért Németországban minden nagyvárosban volt
legalább két cigányzenekar. Még jöttek. És Hollandiában, amit ugye te nagyon jól tudsz, sokat játszottál. Nagy tradíciója volt a cigányzenekar. Európában a legnagyobb tradíciója ott volt, és most egyszerűen egy cigányzenekar nincsen. Van cigányzenekar, csak holland cigányok, hollandok, akik a magyar cigányoktól tanultak zenét. Magyar cigányoktól tanultak zenét. Magyarországra jártak. Lakatos Miklós. Misi veje 14 éve a Márvány menyasszony prímása, ahol hattagú zenekarával szórakoztatja nap mint nap a vendégeket. Miklós a Rajkó zenekarban kezdett, és ő volt az MK-ben az utolsó prímás. Sokszor zenél Svájcban, a párizsi Ritz Hotelben, Japánban, és rendszeresen hívják Izraelbe. A sikerek lenyomata lesz egy most készülő, nyáron megjelenő új CD is. De Lációnak megvan a maga zenéje, amire büszke. Hát Magyarországnak is, az idegenforgalom részére is kéne, hogy ez a gyönyörű zene megmaradjon. Hát erre csak büszkék. Hát ez egy olyan egyéni tiszt ad a vendégnek. Nekem most volt sajnos egy elég rossz élményem. Itthon voltam, mert volt a Művészetek Palotájának a megnyitója. Itt voltak Carreras, itt voltak tényleg nagyon nagy művészek. És 12:30-kor este vége volt a koncertnak, utána volt egy fogadás, és el akartak menni, utána mindegyik mondta neki, hogy vigyél minket valami jó cigányzenét hallgatni, és sajnos nem tudtam őket elvinni sehova. Ott a Márvány menyasszony! De 12:00-kor nincs. 12:00-kor már vége. Nincs éjszakai élet. Nem vetők rá az emberek? Vagy lennének? Csak azt mondja a tulajdonos. Általában ezek a helyeken inkább több csoport van, mint a la carte. Turista. Szóval 12:00-kor már vége. De tulajdonképpen akkor ránk nem is alapoznak ezek az éttermek, akik nem, így beszeretnénk térni, be se férni. Nem is lesz jobb a cigányzenének, még a magyar ember nem él jobban. Hát igen. Addig nem lesz jobb. Mert szeret, nem igaz, hogy nem szeretik, szeretik. Más kérdés, hogy szeretik vagy nem, mindig is nem divat. Felnő egy generáció, akinek nem lesz alkalma megismerni ezt az egész zenét, ezt az egész vendéglátást, ami a cigány zenével össze van kapcsolva, akkor kihal? Abban az időben ugye az volt, amire mi még emlékszünk, hogy a tanuló, ugye minden komolyabb zenekarban volt egy hegedűs tanuló, vagy volt egy brácsás tanuló, bőgös tanuló, akik ott voltak gyerekkorban, hogy én is ugye már 9 éves koromban ott voltam, és hallottam. És még hogyha nem is tanultam meg valamit, akkor is ugye mindig ugye ment be a fülbe. Persze, raktározódott. Igen. És ez sajnos, ez már nincs meg most. Tehát na itt van a nagy dolog, hogy kimaradt egy generáció az elmúlt 15 év. Nem, nincsenek zenekarok, van a Miki, meg mit tudom én, talán 4-5. És nincsenek tanulók, és nincs, aki tovább vigye a tradíciót. Mert nagyon sokan nem is tanulják. Mert nem akar, mindig tanulni kell. Klasszikus zenét tanítatnak a gyerekeknek. Legtöbben, mert szóval a nagy jövőt nem látok nagyon sokan ebbe. És ez pótolhatatlan. Én szerintem nem voltam igazán jó hegedűs, igazából, mert az igazság, hogy nem én. Nem érdekel hegedűs tehetség. Azért még most is bevem. Azt meghallgatnám. Én arra emlékszem, hogy Tónika elkéreckedtél egyik este, azt mondja, hogy szeretnék valahol elmenni. Mondom, de 11-re visszagyere, hát mondom, tudod, hát nehogy valami gond lenni, anyádéknak szóltad, ne, hát kettőnk között, jó. Mondom, biztos van valami kislány, vagy valami, mondom, jó van, tudjuk, hát mennyi.
Déki Lakatos Sándor, a világhírű Lakatos Sándor fia. 14 éves korában már apja zenekarában játszott, 1972 óta pedig zenekarával a Mátyás Pince állandó prímása. A Déki előnevet az ükapa iránti tiszteletből választotta, megkülönböztetésül felmenőitől, akiket szintén Lakatos Sándornak neveztek. A Sándor keresztnév hagyományá válása azonban egy szerencsétlenséghez kapcsolódik a családban. Erről ő maga beszél a hangosan. Én nem beszélgettem egy vendéggel, amikor látom, hogy a Tónika bejön az üzletbe, tehát visszajön pontosan, mert 11-kor ott volt, és egy nagy fekete ládát cipel. És a zenekarom utána megy a Tónikának. És én akkor tovább ott beszélgettem a vendégekkel, és egyszer csak hallom, hogy valaki szakszafonon játszik. De valami isteni dolog, minden van. Istenem, ki szakszafonozhat? De már nézd, megy föl a lépcsőn, és látom, hogy a Tónika. Teljesen akaratlanul is, de mondom neki. Hát rá a Tónikával mondom, hogy mit csinál? Hát ha így tudsz szakszafonozni, miért akarsz te helyet? Sanyi bácsi, megmondaná ezt anyunak? És én ugye hát világéletemben egy zöld ember voltam, hogy másnap fölhívta a drága Ertát, és mondom neki, ne haragudj el. Hát ez egy olyan tehetség ez a gyerek a szakszafonra. Hát miért kell erőltetni? Hát egy pár évig nem beszélt velem, hogy a fekete listának. De amikor megnyertétek aztán, aki mit tudott, akkor meg volt az anyukája fölhívott a drága Ertát, és azt mondta, hogy köszönöm. De egyébként nekünk voltak lemezeink annak idején, jazz lemezeink, amiket apu hozott. Lakatos Antal, Robi és Toni édesapja a hegedű tanulást apjánál kezdte. Majd a nemzetközi hírű Rados Dezső növendéke lett. Önálló zenekarát 1957-ben alakította meg, s bár ő is bejárta a félvilágot, hűséges maradt a város élethez. Neve a budapesti Békeszállóval és a Gundel étteremmel fonott egyben. Egyébként nekünk voltak lemezeink annak idején, jazz lemezeink, amiket apu hozott régen külföldről, és azokat hallgattuk rendszeresen. Szóval a jazz az nem volt ismeretlen nálunk, sőt. És az állt hozzád már akkor is közelebb. Hát a Robi három éves korában már fakanállal dobolt. Csak a mama nem engedte. Én mindig dobos akartam lenni, csak ugye nekem nem jött össze. A doboz nehezebb lett volna egy dobozba valahova felcsinálni titokban. Dobfelszerelés is volt a lakásban. Egyszer egy barátom adott nekem egy ilyen nagyon rozogva dobfelszerelést, emlékszel rá, amikor az előttem ilyen rózsákkal volt kirakva. Nagyon csúnya dobok. Fel is jelentettek mindeket a Lovag utcában, emlékszel? Igen, és egy nagyon nagy botrány volt tényleg otthon, hogy én hazavittem egy dobot, és az azt volt. És most van otthon egy dob, és mikor van időm, akkor dobolok. És önképzés? Hát, amikor voltam Brüsszelben, voltam egy párszor náluk évvégével, és akkor ahogy föl kell, minden reggel az a legelső megy a dob. Ébredjen fel mindenki! De nagyon jól bőgőzik. Van, aki fut, van, aki dob. De nagyon jól bőgőzik. A zene szeretetet természetesen a gyerekek is örökölték. Minden családból legalább egy lány játszik valamilyen hangszeren. Ki hegedűn, ki fuvolán, de van, aki inkább énekelni szeretne. Misi kisebbik unokája, Enikő, a prímások nyomában jár. Testvére Zsuzsa viszont idegenforgalmat tanul. Bár Robi lányai, Niki és Miriam, illetve Toni gyermekei, Ivetta és Laura csak nem 400 kilométerrel laknak egymástól, megtalálják a módját, hogy mindent megbeszélhessenek. Milyen gyakran találkoztok ti? Mi állom. Ti állom. Testvéreken kívül. Tulajdonképpen MSN-en tartjuk a kapcsolatot, interneten, de napi rendszerességgel. Ja, interneten. Milyen jó, hogy van internet, nem? Ez igen. Ti vissza akartok egyébként jönni, vagy ti most már legyökeresztetek? Itt is szeretünk jönni, meg ott is. Itt is, ott is? De itt jobb. Ezt jó hallani, hogy itt jobb. Melyik költök, aki tervezte a borítót? Te tervezted apukádnak a borítóját. Képzőművészetibe jársz? Ilyen főiskola előkészítőbe járok rajz. A gimnáziumban meg idegen vezetést tanulok. Ez ilyen hobbi szinten rajzolok mellette.
És te mi szeretnél lenni? Hát végül is én hegedülök, de hát hobbiból. Na, anyukától nem így hallottam, hogy hobbiból. Hát szeretem végül is, de hát sokkal jobban szeretem az éneket. Szóval 2-3 év múlva lehet, hogy azt fogom. Hát énekelni szeretnél. És te nem zenélsz? De fuvolázok. Fuvolázol. Igen. Neked ez a zene? Már... Én kivétel vagyok. De el se kezdted? Én nem. És mi az, ami érdekel? Hát... Most műköröm, uh-huh. Éppenséggel azt nagyon szeretem. Tehát a kozmetika szép része. És ki az, aki zenész akar le? De jó, van valaki. Hegedűsz? Igen. És hol tanít? Hát most nyertem felvételt a Bartók Béla zeneművészeti. Gratulálok. Szakközépiskolában. És akkor komoly zenész leszel. Igen. Mutassa meg ezt a cigány albumot, Misi. Ezt úgy örökölik, ugye? Ezt hát igen. Generációról generációra. Mikor is? Így van. És őrizzük. Mikor ez? Hát, 19. század. Igen. És abban minden nagy primás... Primás zenekari muzsikus, hát akkor még ugye Nagy Magyarország volt figyelembe véve. Na, minden, és híres tagok is, tehát klarnétosok, cimbalmosok, nagybőgősök, oda mindenki bekerült. Zenekarok, sőt a mecénások is benne voltak. A családok, akik ezeket a zenekarokat ugye felkarolták, vagy híressé tették, vagy segítették. Te már világsztár vagy, vagy ti. De azért van egy nagyon nagy, vagy volt egy nagyon nagy ember, aki ebben nagyon sokat segített. A Menuhin. Ez hogy volt ez a találkozás? 86-ban megnyitottam egy üzletet Brüsszelben, egy ilyen orosz klubot. Na most én ott játszottam 12 éven keresztül ezen a helyen, ami nagyon sikeres volt. Azért volt sikeres tulajdonképpen, mert egy teljesen más koncepciót játszottam. Tehát én nem egy megszokott magyar cigányzenét játszottam. Ugye ott kezdődött el ez az egész dolog. Avval, hogy én kicseréltem a hangszereket, mert ugye a... Bejött a gitár. Igen. A cigányzenekben ugye volt a brácsa, meg volt a cimamnek. Én nálam bejött a gitár, aztán majd bejött a zongora, tehát egy tulajdonképpen egy ilyen extrált zenekarom van, amivel mindenféle zenét tudok játszani. Problémák voltak, amikor megjelent az első lemez, például a lemezüzletekben kérdezték tőlem, most hova tegyék ezt? Most a klasszikushoz tegyük, vagy a world musichoz, vagy aztán a végén... Nem, kint nem. A klasszikus zenészhez tették, és a hegedűsök között. A hegedűs közé tulajdonképpen. 1896. Bocsánat, csak közben megjött ez a cigányzenészek albuma. Markó Miklós. Igen, az első kiadás, azt hiszem. Első kiadás. Cinka Panna. Nő? Igen. De nagyon híres. Ő volt az idős anya. Így van. De megint csak azt kell mondanom, hogy olyan helyes mindegyikük. Gyönyörűen, nagyon szép emberek. Elegánsan muzsikáltak, szép öltözetbe. Igen, és de most is így van. Megfelelő millióbe élhettek, és kiszolgálták azt a polgári életet, ami akkor volt. Mert elvégre a polgári elsodáshoz nagyon érdekes ezt a műfaj. Marci, hogy 1848-ban hány cigány primás volt a... Ezzel a Bennek, a Damjanicsnak a saját cigány zenekarok. Így van, le van írva. Hát úgy mentek a csatába. Úgy mentek a csatába. A romák muzsikáltak és mentek. Győztek. És győztek. Döntetlen volt. És a magyar mellény honnan ered? Honnan van a magyar mellény? Azóta játszanak magyar mellényben? Igen. Hát most már nem. Nem belga bajusza van a Robinak. Magyar cigány primás bajusza van, minden második primásnak ilyen a bajusza. Magyar cigány bajusza. Családot meddig tudjuk visszavezetni, Lakatos családot? Hát az 1600-as években települt le, Győrbe, ugye elvégre a szülővárosunkban, egy Lakatos Ferdinánd nevű muzsikus, akit mint hangászt jegyeztek be akkor. Úgy mesélte a Rozin anya, hogy a Ferdinándból lett aztán... Vagy mama. A Ferdinándnak a fiából lett tengerész, aki egy tengeri balesetben oda veszett. Uh-huh. És utána már Ferdinándot nem kereszteltek a családba. Babonából. És utána kereszteltek Sándor. Addig viszont Sándor nem volt, és utána jött be a Sándor keresztnév a családba. Nagyon nagy igazságtalanságot találtam, mert a női primások úgy vannak megnevezve, hogy Rácz Rudiné.
Ugye? Volt, aki a saját nevét. Volt, aki a saját nevét. Hát a Cinka Panna, igen. Aztán hát utána már csak a férjük kell. A Marjan az unokapóval, ugye az éveken persze. keresztül volt a Rajkó zenekarnak a primás, mint Lakatos Marjan muzsikát, ugye? Na, mondd végig, légy szíves a Menuhint. És akkor ott hagytuk abba, hogy ott játszottam 12 évig ezen a helyen. És az első lemez, amit aztán megcsináltam, én a Miskának van az egyik szerzője, amin a Grappelli játsz ezt a... Grappelli utolsó lemez felvételét igen. együtt készítettük. Igen, és a Miskának az egyik kompozícióját játsza. Jól. Igen, megelégedett a szerző. Na most ez úgy jött össze az egész dolog, hogy tulajdonképpen én először a Menuhint ismertem meg, mert eljött hozzám. A Brüsszelben volt a születésnapi koncertja, és a koncert után bejelentette, hogy el szeretne jönni, mert sokat hallott rólam. És eljött hozzám, mert így ismerkedtünk meg tulajdonképpen. Dobogott a szíved. Igen, és akkor tulajdonképpen az utolsó koncertjén én is én léptem föl. Egyébként egy ilyen repertoár tudásával, egy ilyen információ mennyiséggel már meg lehet azt oldani, hogy leimprovizálom is, mert csak mondjuk egyszer hallottam? Igen, van ilyen. Persze. Pontosan. Nekem a drága nagypapám, amikor még élt, akkor azt mondta, hogy amikor én elkezdtem a tanulást, hogy kis unokám, azért kell mindent megtanulni, hát ő a primási szakmából indult ki, mert minden nótának megvan a vendége. És amit ma megtanult, az a vendég egyszer el fog jönni, és kérni fogja. És lehet, hogy jövőre, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva. És igaz. És ez igaz. Ettől ájulnak el zenészek, nem? Hogy mindent fejből játszanak a cigány zenészek. Igen. Vagy legalábbis fejből már kotta nélkül játsszuk már. Szóval nagyon sok minden van, ugye, amit hát effektíve kottából tanulunk meg. Csak nem akarjuk cigölni magunkkal azt a rengeteg kottát, hogy inkább fejből. Kiderül, hogy lustaság az oka az egészben. Az a jó muzsikus, mikor valakiről beszél egy vendég, hogy ő tud, de mikor saját magáról mondja, hogy tud, az biztos, hogy nem tud. Nekem az élem. Mikor valaki más mondja, hogy hoppá, ez tényleg. Igen, mondjuk a Madonna puszia biztos, hogy egy nagy elismerés. Igen, de mikor az Interben voltunk, és hát úgy érkezett meg egy estére, hogy teljesen sajtó, senki nem tudott volna. Hírzárlat. Igen. És akkor rohant a recepció felek, és mondta, hogy menjünk föl négyen, mert a Madonna cigányzenét akar a elnöki lakosztályba adnak. Akkor felmentünk, egy nagyon egyszerű nő volt életben, fogadott minket, pezsgő, minden, és akkor muzsikáltunk neki, nem tudom már miket. És akkor megköszönte, mindenkit megcsókolt, hogy nagyon szépen köszönni, voltunk egy fél órát, és nagyon boldog volt, hogy végre hallott cigányzani. Hát Elizabeth Taylor volt ott nagyon sokáig a börtönnel, ott nagy veszekedések voltak. Tényleg sok-sok magát igen, igen akkor a Richard lejött, ott megivott egy üveg viszkét, a cigányzenekar ment, akkor fölment, akkor tovább verekedtek. És elnököknek? Hát én muzsikáltam a Sharonnak Jeruzsálemben, magyar feleségem. Igen. A Bushnak Svájcba, hát akkor még nem volt elnök. És Gorbacsovnak. A Gorbacsov az egy nagyon, az a legintelligensebb. Mert visszatérve a Madonnára nekem volt egy nagyon nagy sztori, mert 1999-ben, amikor játszottam New Yorkba, a Central Parkba, volt egy koncert, meg voltam hívva a Quincy Jonesnak a koncert, és meg volt hívva erre a koncertre a Madonna, és együtt játszottunk, mert azt nem tudtad, hogy a Madonna szegedűs volt. Na tessék, ezért akart ő cigányzenét hallgatni. Persze. Amikor vége volt az én koncertemnek, akkor a Madonna kijött, mint ilyen special guest, és a Monty csárdás játszotta vele, hogy kétszerűen. Misi játszik meg? Hát én már nyugdíjban vagyok. Nem úgy nézek ki, de hát nyugdíjban vagyok. És akkor hívnak néhány. Ilyen artikra. De a legszebb időszak mégis az a Inter. És azért... Szívem csücske. Azért van az a kő darab az Intertől igen, meg? Igen, igen. Hol van az? Azt is mutatom. Olyan.
megtiszteltetés volt, mert mikor privatizálták az Intert, és akkor a Mennyhárt úr, aki most halt meg egy hónapja, generáldirektor, csinált egy partit, és a legközvetlenebb munkatársaknak külön a Internek a falából névre szólóan mindenkinek adott egy... Nagyon szép gesztus. Mindössze néhány sarok. Ennyi választja el Misit attól a háztól, ahol felnőtt. Az Zichy Jenő utcai falak azonban nem csak a szép gyerekkori emlékeket, de egy felejthetetlen és megható történetet is őriznek. Ennek főszereplője az akkor 9 éves Misi és Latabár Kálmán. De ezt mesélje el ő maga. Tudom, 53, ugye, nagy szegénység volt, és én nagyon beteg lettem. Nagyon jó, hogy gyerekorvosunk volt itt az Zichy Jenő utcában, és átett, és azt mondta anyámnak, hogy külföldről kell egy gyógyszer, mert csak az használ a gyereknek. Na jó, hát mondta 53-ban. Hát határzállapot, hát ki tudott. És akkor hát rohangáltak ott, és szegény apámnak eszembe jutott, lerohant ide a operett, presszó, mert a Latabár Kálmán ugye mindig itt ült, és mindig 1930-ban jött, őt nem érdekelte, hogy rákosi rendszeret, ugyanúgy monoklival, csokornyakkendővel, ő nem. Csak oda ment hozzá, és mondta apám, hogy művész úr, elő van szó, hát, mert egy nagy ember volt, hogy csak akkor azt mondta, hogy jöjjön vissza 3 óra múlva. 3 óra? Igen. És 3 óra múlva itt volt? És 3 óra múlva visszament, és meg volt a gyógyszer, hogy hogy, azt nem tudjuk. És átadta a gyógyszert. Nagy barátja volt apámnak, a posgai professzor, a fülorgégész, a Kutvölgyiben volt, és hát oda jártunk már a fülemmel, és hát rá egy évre mentünk, és a Latabár is oda járt. És ott ült a székbe, és anyám mondta neki, hogy hát művész úr, ő az a gyerek, akinek megmentette az életét. És akkor a Latabár oda jött monoklival, és akkor így csinált, azt mondja, legyen belőle egy nagy prémás fiam. Na, jó helyre mutatta. Jó helyre mutatta. Legyen belőle nagy művész. Megkaptad a Latabár. Szóval ez egy olyan, hogy maga nem csak mint művész, mert olyan se lesz, de maga mint ember. Hát, szóval ez soha nem tudom elfelejteni. Oh.